gyógyszer, vegyészmérnök, szakképzett idegenvezető, aktív zenész, világutazó, beszél angolul, németül, franciául, spanyolul, olaszul, portugálul, és mindenek felett szkeptikus. Ő a következő vendégem. A neve mellé tehető talán legfontosabb jelzőt kihagytam a felsorolásból. Kvízmester. Igen, a következő mutatványomhoz Vágó Istvánt hívtam meg. Vajon az ő memóriájával lehet játszani? Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én meg köszönöm, hogy hívtál, mert tudod, hogy én egy kicsit szkeptikus vagyok az ilyen dolgokban, de hagyom magam meggyőzni, hogyha a tények olyanok. Amellett, hogy nagyszerű kvízmester vagy, és... Te meg nagyon kedves. Amellett tudom, hogy nagyon szeretsz utazni. Uh-huh. Ez igaz? Igen. Kitaláltam egy kvízkérdést. Igen. Egy olyan kvízkérdést, amire csak egyetlen ember tudhatja a választ, csak te. Aha. Melyik országra gondolna Vágó István? Azaz, hogyha én most arra kérlek, hogy gondolj egy országra, akkor vajon melyik ország jutna eszedbe? De ne a kedvenc országodra gondolj, hanem egy tetszőleges országra. Megvan? Uh-huh. Gondolsz rá erősen? Igen. Jó. Szeretném, hogyha eszedbe jutna négy jellegzetes szó, érzés, tárgy, bármi, csak négy szó legyen, ami eszedbe jut erről az országról, amit te szabadon 196 ország közül választottál. Négy szó. Igen. Megvan. Megvan? Uh-huh. Jó. Azt szeretném, hogy ezt a négy szót most írd fel, légy szíves oda arra a táblára. De csak a kezdőbetűjüket, hogy ne segíts nekem annyit, jó? Tehát csak a négy szó, a négy jellegzetesség kezdőbetűjét így egymás alá. Jaj, de izgalmas. Segítettem? Kérlek, foglalj helyet. KLVR. Teljesen a saját gondolataiból jött ez a most négy betű. Most találtam ki, ugye ez a négy jellegzetes. Igen. Én megpróbálom ezt kiolvasni a fejedből. És én azt mondom, hogy Madagaszkárra gondoltál. Ez igaz. Ez igaz. El vagyok képedve. Ez tényleg elképesztő. Megtennéd, hogy kiegészíted ezeket a szavakat? A K az a kaméleon. Mert az ott egy nagyon gyakori és különös állat. A lemúr az egy makifajta, amely csak Madagaszkáron él. A V az a viskó, mert van egy nagyon jellegzetes viskó építészeti stílus Madagaszkáron. És az R az a rablás, mert sajnos elrabolták tőlem a fényképezőgépet, úgyhogy ezeket nem tudom fényképen bemutatni. Jó szkeptikusként azt mondom, érdemes ennek utána menni, hogy hogy csináltad. Az egyik magyarázat az, hogy tényleg olvasol a gondolataimban, ha ez igaz, ez neked is, nekem is Nobel-díj, ha utána járunk, hogy ez hogyan történt. De én azt gondolom, hogy még lehetnek más magyarázatai is, mert az, ami most történt, szerintem világszám. Jó, bevallom, nem olvastam a gondolataidban. Ugye az elején adtam neked egy bort, egy üvegbort ajándékba. Igen. Szeretném, hogy azt a bort feltedd ide az asztalra. Nehogy azt mondd, hogy ebbe is az van, mert akkor nem tudom, mit mondok. Le van zárva.
Igen, le van zárva, légy szíves, azt a zárvizet tépd fel. Oké? Okay. Én kiveszem ezt az üveg bort innen. És én ezt előre tudtam, amire te gondoltál. Lehet, hogy nem te olvasol az én gondolataimban, hanem én olvasok a tiédben, csak nem tudok róla. Bele van égetve. Minden esetre én ma reggel ezt a pólót vettem fel, azért, mert úgy voltam vele, hogy ezt tényleg előre láttam, hogy te Madagaszkára fogsz gondolni, és ez Madagaszkár zászlaja. Hú, hát ez egy az én életemben még elő nem fordult eset volt. Ez azt hiszem egy világszám. Valóban, hogyha az gondolataiban olvas. Még meg nem született gondolataimban olvas. Hiszen ez minden jel szerint korábban készült, mint ahogy én ezt erről a feladatról értesültem volna. És csak azt tudom mondani, nem tudom, hogyan csináltad. Ez a fiú zseniális. Nem mint parafenomén, hanem mint mentalista. Ez a mutatvány azonban nem csak ennyiből állt. Úgy döntöttem, meglátogatom Vágó Istvánt, és mutatok neki még valamit. Igen. Üdvözlöm, Vágó úr, Danny Blue vagyok. Gyere! Jöhetünk? Persze. Köszönöm. Megmondom őszintén, nem szeretném, hogy két helyek közt gyötrődj ezek után. Elmondod, hogy csináltad? Nem csak, hogy elmondom, hanem megmutatom, hogy hogy. Jaj, de aranyos vagy, kíváncsi vagyok. Nézd meg kérlek ezt a videót, ez itt a mutatvány. Uh-huh. Itt érkezünk, igen. Átadod a bort. Igen. Uh-huh. Én azt hittem, hogy ez csak egy gesztus, őszintén megmondom. De hát nem sejtettem, hogy ez is a mutatvány része. Igen, felmentünk az emeletre liften. Így van. Aztán elvittél engem egy helyre. Ugye? Igen. Jól nézek ki. Próbáltuk. És igazából eddig tart a mutatvány. Ez alatt történt valami? Igen, nem tudom, hogy mit láttál itt a videón. Hát ami történt. Ezt szeretném neked megmutatni még egyszer, viszont egy kicsit lassítva megmutatom, hogy mi történt. Na, mi történt? Megérkeztünk a taxival, kiszállok. Igen, megkapom a bort a dobozban. Átveszem, de megyünk a házba. Emlékszem arra az emberre. Ott volt egy lemúr. Valaki visz egy Madagaszkár táblát. Na ne. Köln, London. Ezeket a jeleket végig elrejtettük az úton. Hát, ez szép. Ez szép, amit mutattál. De én itt is valami trükköt sejtek.